Következzék Bájos autójogászunk, aki el fogja nekünk mondani, mi az a gyári háttér. Jó autószerelő, olyan, mint egy jó fodrász vagy nőgyógyász. Lényeges ezért hát, hogy feltártam. Vondul némi párhuzamot a nőgyógyászok és az autószerelők között. Hát ilyen értelemben igen, tehát a megbízhatóság szempontjából, meg hogy mindig oda tud vinni, és biztosan ne szedjék ki például a jó alkatrészeimet, mert állítólag van ilyen is. Barta Anita, az autójogász el fogja nekünk mondani, mit is jelent a gyári háttér. A gyári háttér azt jelenti, hogy a gyárak folyamatosan együttműködnek a szervizhálózatukkal, folyamatos továbbképzéseket, oktatásokat szerveznek, valamint rendszeresen ellenőriznek is. Mi történik akkor, hogyha egy szerviz nem felel meg a gyártó követelményeinek? Ha egy szerviz nem felel meg a gyártó követelményeinek, akkor felhívják a figyelmét arra, hogy a általuk vélt problémákat javítsa ki. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor legvégső esetben a márkakereskedői jogot is elvárik tőle. Az nem egyszerű? Hát nem egyszerű megfelelni. Ezért szokták olykor azt is alkalmazni, hogy határozott idei szerződést kötnek a szervizekkel. Ezzel is ösztönzik a szervizeket arra, hogy a határozott idei szerződés lejártakor újra tudja kötni a szerződést a gyárral, de ehhez meg kell felelni a feltételeknek. Miért jó ez a felhasználóknak? A felhasználóknak ez azért jó, mert egy nagyfokú biztonságot jelent. Tök jó.